Becsengettek, elkezdődött a tanév, Semmelweis napi ünnepség, búza összeöntés ünnepe Szolnokon, még tart a gomba szezon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2023. szeptember 1-én 18 óra 5 perckor. Reggel becsengettek az iskolákba. Megkezdődött a 2023-as-2024-es tanév a köznevelésben. Minden iskolába megérkeztek a tanévkezdésre a tankönyvcsomagok. A most induló tanévben a köznevelés valamennyi résztvevője térítésmentesen jut a kiadványokhoz. A szülők ingyen kapják a tankönyveket a korábbi évekhez hasonlóan. Az első napon hát sokkal többen jöttek, mondhatnám azt, hogy roham volt. Nagy örömmel vették kezükbe a gyerekek az új tankönyveket, munkafüzeteket, főleg a kis elsősök és a alsó tagozatos tanulók, de örültek a felsősök is, nézegették, lapozgatták és vitték haza a szülők, befedik, készülnek a tanévre. A városunkban az általános iskolák és a középiskolák diákjai is megkezdték tanulmányaikat. Átveszik a tankönyveket, még a mai nap szerintem be is fedjük. Ehhez már mindent megvásároltunk, a füzeteket is, a írószereket is, tehát igazából már több évet csináljuk, úgyhogy ezt már rutinból tudjuk, hogy mi kell ehhez a tanévhez is. Kellemes 8. Hát már augusztus közepe tájt elkezdtük beszerezni, összeírogatták a gyerekek a szükséges tanszereket, amik hiányoznak, pótolni kell, és azokat már bevásároltuk javarészét. Most a tankönyvekért eljöttünk, és ezután még a maradékot még elmegyünk és beszerezzük. Asszonyátok egészséget! Köszönöm szépen! Ez az utolsó hét volt nagyon pörgős, ugye most már megvásároltuk a füzeteket, minden tanszert befettük, most jöttünk a könyvekért, úgyhogy hát az utolsó nap ez még arról fog szólni, hogy könyvfedés, földcímkézés, egy pici készülés még a matematikára, és hát aztán megindul a negyedik osztály. A pontos statisztikai adatok a létszámokra vonatkozóan csak októbertől lesznek elérhetőek. Az oktatási intézmények tájékoztatása szerint mindenhol zökkenőmentesen indult a tanév. A tankönyvek időben megérkeztek az iskolákba, amelyeket a diákok már át is vettek. A karcagi Kátai Gábor Kórház Semmelweis napi ünnepsége előtt a kórház, a város és a vármegye vezetői a déli temetőben megkoszorúzták dr. Kátai Gábor egykori igazgató és dr. Szalai László Imre intézeti főgyógyszerész sírját, majd az ünnepség a kórház díszudvarán folytatódott. Semmelweis Ignácról, az anyák megmentőjéről Szabóné Tarnai Lilla ápolási igazgató helyettes emlékezett meg, majd a Magyar Egészségügy napján a karcagi Kátai Gábor Kórház valamennyi egészségügyi dolgozójának és alkalmazottjának, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Huba Imre vármegyei elnök, Szepesi Tibor polgármester és Nagyné László Erzsébet főigazgató köszönte meg az elmúlt időszakban végzett áldozatos és lelkiismeretes, magas szintű szakmai munkáját. És aki az egészségügyben dolgozik, az tudja azt, hogy nincs vasárnap, nincs szombat, csak a naptárba vannak ezek a napok beírva, és a gyengébbek kedvéért vannak megkülönböztetve hétköznapok és hétvégék. Aki az egészségügyben dolgozik, az tudja, hogy egy hétfői nap is ugyanolyan lehet, mint egy szombat vagy egy vasárnap. Én köszönöm minden egészségügyi dolgozó áldozatos munkáját, hiszen vigyáznak ránk, a térségre, a városra, és ezen a napon mindig egy kicsit örömteli az találkozás, hiszen díjazottakról, azokról az emberekről, akik munkájukkal, életükkel, a városért és a térségért végzett tevékenységükkel kiemelkedőt alkottak, azokat díjazzuk és megemlékezünk. És itt van ez a csodálatos szikla, egy csodálatos emlékmű, és ezeknek a kiválóságoknak a neve rá fog kerülni
ami mindenképpen mutatja azt, hogy a megbecsülés, a kitartó, kitűnő szakmai munka legalábbis ebbe a közösségben elismerésre kerül. Ezután díjak elismerések átadása következett. Megint eltelt egy igen kihívásokkal, feladatokkal teli év, amelyet együtt, megint csak csapatban tudtunk megoldani, tudunk folyamatosan alkalmazkodni, és a lehetőségeinkhez képest, minél jobb tudásunk szerint az összes feladatot, a ránk rótt feladatot megoldani. Én köszönöm azt, hogy nyilván minden csapatban és csapaton kívül is vannak ugyan konfliktusok, de hogy ezeket is meg tudjátok oldani a nap 24 órájában, és itt nem csak a beteggel, a belátottakkal kapcsolatos konfliktusokra gondolok, hanem nyilván a ti egészségetek, lelki állapototok miatti, esetleg belső, esetleg családi, esetleg munkahelyi konfliktusra is, amiről mi nem is tudunk, mert a hivatástudatotok nap mint nap ezt felülmúlja. Nap mint nap azt tapasztalom, hogy az intézménybe jövő betegek többsége az ellátással elégedetten, a színvonal, ellátási színvonallal, a munkátokkal, a hozzájuk való viszonyotokkal elégedetten távozik. Ez köszönhető annak, hogy a hivatástudat, amit vállaltatok, és nyilván végeztek folyamatosan, az azért nap mint nap megnyilvánul. A betegágy mellett, a járóbeteg szakrendelésben, akkor, hogyha a beteget az egyik osztályról a másikra kell szállítani, és bármikor, amikor erre neki lelki szüksége van. Hiszen az egészség megóvása először is a lélekből indul. Először is tudnia kell a betegnek, amit ti nektek kell ápolni benne, biztatni őt, hogy az első dolog a gyógyuláshoz az vezet, hogyha a lelke rendben van. Ez nyilván a ti lelketeknek kell elsődlegesen rendben lenni. Ami a kihívásokkal teli időszakban igen nehéz. Nem csak nektek, higgyétek el a kórház vezetésének is. A karcagi Kátai Gábor Kórház igazgatótestülete Kátai díjat adományozott. Dr. Farkas Béla főorvos, a szülészet-nőgyógyászat osztályvezetője, Dr. Kanász Nagy László főorvos, a kardiológiai és kardiológiai rehabilitációs osztály osztályvezetője, és posztumusz Kátai díjat kapott Dr. Farkas Béla bőrgyógyász főorvos, amelyet fia Dr. Farkas Béla vett át a család nevében. A karcagi Kátai Gábor Kórház igazgató testülete Dr. Gáti Sándor traumatológus szakorvost adjunktussá nevezte ki. Karcagváros önkormányzata a Karcagváros egészségügyi szolgálatáért díjat Dr. Farkas Béla, a szülészet nőgyógyászat osztályvezető főorvosa részére adományozta. Az elismerést Szepesi Tibor polgármester adta át. A Semmelweis napi rendezvény után délután kerti parti kezdődött a kórház udvarán. A magyarságban töretlenül jelen van az összetartozás elemi érzése, hangoztatta az agrárminiszter Szolnokon a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepén. Nagy István, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége, a Magyarok Kenyere Alapítvány, valamint Szolnok megyejogú város polgármesteri hivatal által rendezett eseményen arról beszélt, hogy a program egy bő évtizede egyfajta új nemzeti ünnepé nőtte ki magát. Az önzetlen segítőkészség, a nemzeti összetartozás alulról szerveződő ünnepévé, az összmagyarság ünnepévé. Ez a program többet kíván adni segélynél, mondta. Esélyt kíván adni a nehéz sorsú honfitársaknak az emberhez méltó életre, az emberi értékek megőrzésére, képességei kibontakoztatására. Letéteményesévé és közvetítővé szeretne válni a karitatív munka mellett a szakmai együttműködéseknek, az információ és a tudásáramlásnak, ami mutatja is ennek az egész programnak az összetettségét. Ezért van az, hogy a Magyarok Kenyere program bő egy évtizede egyfajta új nemzeti ünnepé nőtte ki magát. Az önzetlen segítőkészség a nemzeti összetartozás alulról szerveződő ünnepévé, az összmagyarság ünnepévé,
Madridtól Veszprémig, Nagydobrontól Jánoshalmáig. Arra mutat szép példát, hogy a magyarságban töretlenül jelen van az összetartozásnak az elemi érzése. Magyarok kenyere programban megnyilvánuló jó akarat abban is segít, hogy mindenki számára átélhetővé, kézzelfoghatóvá váljon. Nagy István megköszönte a gazdák munkáját, akik viszontagságos, nehéz időszakban kiválóan helytálltak. Ennek eredménye, hogy ma itt az új kenyér az asztalon, és az ország kenyere egész évben biztosítva van, jelentette ki. Beszámolt arról, hogy az idei szezonban az őszi árpa aratása az elmúlt hetekben befejeződött, hektáronként 5,5 tonna az országos termés átlag. A búza betakarítása is véget ért, 5,6 tonna körüli a hektáronkénti termés átlag, míg a tavaszi árpa termés átlaga hektáronként 4,4 tonna, a tritikáli esetében 4,7 tonna, a rozsé pedig 3,3 tonna. Az orosz-ukrán háború, az Ukrajnának biztosított teljes vámmentesség, a Fekete-tengeri kikötők blokkádja miatti folyamatos változás a szállítási lehetőségekben is rendkívüli nehézséget okoz. A háború kapcsán pedig akár századszor is el kell mondanunk, hogy a búza az élet. A nemzetközi közösség minden szereplőjének meg kell értenie, hogy a gabona nem lehet a háború eszköze. Hiánya ugyanis éhénységet fog okozni, ami újabb háborúkhoz fog vezetni. Ezért létkérdés, hogy a Fekete-tengeri kikötők blokkádja ellenére is eljusson a gabona oda, ahol életadóként tekintenek rá. Ha éhénység jön, akkor migrációs hullám is lesz. Annak pedig beláthatatlan következményei lehetnek. Amennyiben a gabona nem tud másfelé menni, teljességgel felborul az Európai Unió belső piaca. Ebben a helyzetben azt ígérhetem, hogy az Agrárminisztérium az összes lehetséges eszközzel fellép az ukrán gabona korábbi piacaira történő irányítása, és ezzel a hazai gazdálkodók értékesítési lehetőségének elősegítése érdekében. Mi így tudjuk támogatni azt az eltökéltséget, amely a Nagydobronyi Búzagyűjtő Napon jelent meg az egyik szervező nyilatkozatában. Hüdi László, a Kárpátaljai Gyűjtést és Összeöntést Szervező Jótékonysági Alapítvány elnöke mondta azt, hogy bár a háború miatt megfogyatkozott a magyarság lélekszáma, a kárpátaljai magyar ember nem a meghátrálás, hanem a megmaradás embere. A miniszter azt ígérte, hogy az Agrárminisztérium az összes lehetséges eszközzel fellép az ukrán gabona korábbi piacaira irányítása, és ezzel a hazai gazdálkodók értékesítési lehetőségeinek elősegítése érdekében. A magyar nem tartozik a nagy gombafogyasztó nemzetek közé, jól lehet hazánkban is nagyon sokféle gomba szedhető május közepétől egészen november végéig. Az üzletekben és a piacokon csak bevizsgált gombát lehet vásárolni, de aki maga szedi az erdőben, fogyasztás előtt mindenképpen nézesse meg szakértővel a termést. Ezt vagy megszállítom, vagy csinálok egy rahút belőle, de úgyis itt a róka. A róka a legjobb, az a helyzet, mert sose kukacosodik, ugye? Május közepén indulnak növekedésnek a gombák. A szezon október végéig, november elejéig is eltarthat. Mindenhol képes megteremni számtalan fajta, ahol van elég nedvesség és a fák lombozata elegendő árnyékot biztosít. Négy fajta vargánya van. Van a nyári, van a bronzos. A bronzosnak más a kalapszíne. Van az ízletes és van a vörös-barna. A vargánya az ókori rómaiak legfontosabb étkezési gombája volt. Mára már nem ez számít a legnépszerűbbnek, hiszen a csiperke gombából fogy a legtöbb. A magyar vásárlók jellemzően piacokon, boltokban szerzik be. Természetesen nagyon odafigyelünk, mert szükségünk van az egészségünk védelmére. És nem, tehát önmagunktól nem merünk szedni, mert nem ismerjük, de a piacon a bevizsgált gombákat szívesen vásároljuk. Szerencsére ma már elég ritkák a halált okozó gombamérgezések. Az összes ilyen haláleset 80%-át a gyilkos galócák okozzák. Ugyanakkor a gombamérgezések többsége nem végződik halállal, legtöbb esetben gyomorpanaszokkal, ritkábban hányással átvészelhető a mérgezés. Ha valaki nem kereskedőtől vásárolja, hanem az erdőszélen szedi a gombát, mindenképpen vizsgáltassa meg szakértővel.
a vargányák egymással összekeverhető, összevetéveszthetőek. Ezen kívül, amire még figyelnünk kell, az az epeízű tinórú. Nem mérgező, de annyira keserű, ahogy a neve is mutatja, hogy azt nem felejti el az ember, hogyha egyszer megkóstolja. A különbség a vargányák és az epeízű tinórú között az, hogy az epeízű tinórúnak rózsaszínű a termő rétege időskorában, és teljesen más a hálózat a tönkön. Hogyha nem ismerünk fel egy gombát, akkor egy darabot elég leszedni és elvinni egy gombaszak ellenőrhöz. Minden egyes piacon, ahol gombaárusítás van, ott kötelező törvény szerint, előírás szerint gombaszak ellenőrnek lennie. A gombaár a szezonon belül is nagyot tud változni. Ha sokáig nem esik eső és nagy a meleg, a gombaára fölfelé megy. Ilyenkor nem ritka, hogy 14 000 forintot is eléri a vargánya vagy a rókagomba kilónkénti ára. Ha hűvös, csapadékos az idő, akkor nagyobb a termés, ennek megfelelően az ár is alacsonyabb. A kilóár azért olyan 1800 forintos kilóáron van körülbelül. Nyilván ebben is vannak kisebb, nagyobb méretű gombák, más az ár, illetve a minőségben is, hogy mennyire frissek, ott is eltérőek az árak. Nálunk nem csak friss gomba van, hanem szárított gombák, amiben egész évben ki tudjuk szolgálni a vevőket, és abból mindenféle. A róka gombától kezdve a szegfű gombáig, a vargányától, a kucsma gombáig mindenféle szárított gombánk van. A gombák szent grája továbbra is a szarvas gomba. Ennek legfőbb magyarországi termőterülete Baranya. Méretétől és minőségétől függően kilónkénti ára 30 ezer forinttól 900 ezer forintig terjed, annyira keresett és értékes. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!